A Karcagvárosi Önkormányzat két évvel ezelőtt szervezte meg első alkalommal a kávészünet nevet viselő rendezvényt, melynek célja, hogy a város vezetése tájékoztassa a településen működő vállalkozásokat különböző témákban. A negyed évente megtartott fórumon ezúttal a Jászlányon-Szolnok vármegye észak-keleti térségében lévő útszakaszok súlykorlátozásáról adtak tájékoztatást a meghívott szakemberek és városunk vezetése. Néhány hónappal ezelőtt kezdtük azokat az egyeztetéseket, amely a város életét jelentősen befolyásolhatja, hiszen látjuk azt, hogy folyamatosan megnőtt a forgalom a város központjában, a város útjain, és ezek az utak mellett olyan közintézmények találhatóak, amely nagyon sok embert érintenek, középiskola, általános iskola, óvoda, szociális intézmény. Tehát mindenképpen foglalkozni kell a közlekedés kérdésével, és elsősorban a nehéz gépjárművek közlekedésével, hiszen ezeknek a forgalma növekedett meg ugrásszerűen, nyilvánvalóan az M4 építése kapcsán elsősorban. Szepesi Tibor elmondta, hogy a hatóság és a közút szakembereinek közreműködésével a rendőrség bevonása mellett kidolgozásra került egy olyan pilotprogram, amely azt célozza meg, hogy ezt az átmenő forgalmat kitereljék a város életéből. Ennek megfelelően kerültek elhelyezésre különböző forgalmi táblák, elsősorban Kunmadaras irányából letérő teherforgalomra. Így kitiltásra került a 20 tonnás gépjárműveknek azon köre, akinek nincs köze Karcag életéhez. Tehát azok a helyi vállalkozók, akiknek telephelye van, azok a vállalkozók, akik helyi lerakóhelyre vagy felvevő helyre hoznak és visznek árut, azok természetesen bejöhetnek, hiszen ők célforgalomként veszik igénybe ezeket a forgalmas utakat. De azok a tehergépjárművek, amelyek egyszerűen csak keresztül mennek a városon, ezek többet nem használhatják a város útjait, nem használhatják ezeket a fő közlekedési útvonalakat. Kovács Péter, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jászlányon-Szolnok vármegyei igazgatója riporterünknek elmondta, nagyon fontos ez az intézkedés, ez a forgalmi rendváltozás. Ezek a mellékutak ugyanis nem arra vannak kitalálva, hogy 40 tonnás járművek közlekedjenek rajta. Ilyen terhelés mellett ezek az utak sajnos tönkre mennek, ezért kellett mindenképpen lépni az ügyben. A forgalom növekedés okán ezeken a mellékutakon, ahogy ezek a járművek megjelennek, a lakosság számára is számos kellemetlenséget okoznak, hiszen rezonanciát keltenek, tönkreteszik az épületeket, és azt gondolom, hogy ez minden ott lakó számára kedvezőtlen. Többek között ezek a tényezők voltak azok, amelyek arra sarkalottak minket, hogy valamilyen cselekedetet kell véghez vinnünk. Ezen forgalmi rendváltozást alapvetően a közlekedéshatóság, a rendőrség bevonásával tettük meg. Ugye mi, mint útkezelők, a táblát helyezzük ki alapvetően, viszont a hatósági jogkör, az a közlekedéshatóság és a rendőrség kezében van, tehát ő szankcionál. Természetesen szükség volt az önkormányzatok hathatós együttműködésére is, hiszen a szankcionálásnál, az ellenőrzésnél a térfigyelő kamerák is részt fognak tudni venni az ellenőrzésben. A fórumon előadást tartott a témában Friedrich Szilárd, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jászlányon-Szolnok vármegye igazgatóságának forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője. Ezt követően Dorogi Attila, a Jászlányon-Szolnok vármegyei kormányhivatal közlekedési, műszaki engedélyezési, mérésügyi és fogyasztóvédelmi főosztályvezetője szólt a megjelentekhez. A karcagi rendőrkapitányság részéről pedig Madarász Kitti hadnagy tartott tájékoztatót. A rendezvényen dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő a kiskörei Tiszahíd fontosságáról is beszélt, és arra kérte a megjelenteket, hogy vigyázzanak rá és tartsák be a súlykorlátozást. Van egy olyan dolog itt, ami elhangzott, és amilyen szeretnék egy kis megjegyzést fűzni, ugye a kiskörei Tiszahíd. Ránézzünk a térképre, akkor látjuk, hogy Tiszahíden és ugye Szolnok között, illetve hát a autópálya híd között, ez az egyetlen állandó híd a Tiszán, még kompokon lehet átkelni. Ennek a felújítása néhány évvel ezelőtt történt, és volt szerencsém ezen több teljes évig dolgozni, hogy különböző pénzmaradványokból, átcsoportosításokkal, stb. A híd az üzemképes maradjon, mert azt le akarták zárni, a híd az régi, a híd az egy teljesen egyedi, ugye, nem tudom, Európában van-e még egy ilyen vasúti, közúti híd, ez az utolsó. Védett területen van, turista útvonalon van, kerékpáros útvonalon van, tehát
igazából egy ilyen érdekesség, és én azt javaslom mindenkinek, hogy vigyázzunk rá, mert hogyha egyszer oda kerül, hogy elhasználódik túlterhelés miatt, stb. És majd felmerül az, hogy be kellene újítani, vagy építeni mellé, vagy nem tudom hova valamit, akkor könnyen meg lehet, hogy ilyen kerékpáros, személyforgalmi, vagy személygépkocsi forgalmi célra használható híd lesz belőle. Kiraknak néhány tiltó táblát, akkor ugye ezt a terfogadó problémát meg is oldották, és magyarul nem lesz. Nem lesz. Tehát ez nem olyan, hogy csak úgy felújítjuk, vagy majd sorra kerül valamikor, mint egy útes. Ez egy nagyon problémás helyen lévő, műemléki jellegű, teljesen egyedi híd, és könnyen meg lehet, hogy egyszerűen döntésnek azt mondják, hogy nem költünk el nem tudom hány milliárd forintot, hanem inkább betervezünk majd egy másikat, majd megépül a tévúba valahol. És addig pedig nem lesz. Tehát én ezt javaslom, hogy akik itt a szakmában dolgoznak, figyeljenek oda erre a hídre, mert így is éppen, hogy a lezárás előtt sikerül felújítani, nem kis erőfeszítésre. A fórumon a megjelentek is feltehették kérdéseiket a témához kapcsolódóan. Zárásként Szepesi Tibor polgármester hozzátette, hogy a súlykorlátozások bevezetése miatt jelentősen csökkenni fog az átmenő forgalom a Madarasi úton, a Kálvin úton, a Püspökladányi úton, a Deák körúton, illetve a Vasút utcán is.